Szia! A mai videoblogban az akrilfestékről lesz szó, azon belül is az akrilfestéknek a száradásáról. Az akrilfestéknek az egyik legnagyobb előnye az, hogy gyorsan szárad, mert ez akkor előny, amikor elkezdesz festeni, és nem kell sokat várni, amíg az alatta lévő réteg megszárad, és gyorsan rá lehet vinni a következő rétegeket. Ugyanakkor ez a száradás, ugyanakkor ez hátrány is, akkor, amikor végre kikeverted a tuti szint, és elkezdesz vele dolgozni, és mondjuk egy fél óra vagy egy óra után megszárad ez a festék. Vagy akkor, amikor kikeverted valóban azt a nagyobb mennyiségű festéket, amire szükséged van, de be kell fejezned, mert el kell menned valahova, és ott maradt a keverő tálcán egy nagyobb mennyiségű, jól kikevert szín, és amire visszajössz, már nem tudod használni. Hogy mit lehet ilyenkor tenni? Utána néztünk a dolognak. Létezik már olyan keverő tálca, ami folyamatosan nedvesen tartja az akrilfestéket, és így akár még 24 óra után is tudod használni a festéket, tehát hogyha kikeverted a szint, akkor még másnap is tudsz vele dolgozni. Egyetlen egy baj van ezzel a keverő tálcával, hogy Magyarországon nem lehet kapni, sőt, még Európában sem. Egyedül Amerikából tudnánk rendelni, de gondolj bele, hogy ez milyen drága lenne, mire ide érne, pláne egy keverő tálcáért. Úgyhogy most ebben a videoblogban azt mutatjuk meg neked, hogy ezt a keverő tálcát hogyan tudod házilag elkészíteni. Egy igazi homemade megoldás lesz, mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyen eszközökre lesz szükséged, hogy ezt meg tud csinálni, de nem érne vetni, mert igazi falusi megoldás. De működik, tény, hogy működik, úgyhogy szerintem teljesen jó és nem is költséges. Nézzük a hozzávalókat, hogy mire lesz szükségünk. Kell egy rossz tepsi, ez lesz a keverő tálcánk. Kell majd egy zsugorfólia, itatós papír, én ezt a Herlitz márkát választottam, bármelyik papírírószerboltba be lehet szerezni. Kell egy pausz papír, viráglocsoló, kitakarószalag, ecset és festék. Akkor ő lesz a keverő tálcánk. Az első dolgunk az lesz, hogy beletesszük az itatós papírunkat, és ezt meglocsoljuk vízzel. Erre teszem rá a pausz papírt. Most a nedvességtől lehet, hogy fölkunkorodik, ezért kell a kitakaró szalag. Hogy ezt ráragasztjuk az oldalára. Akkor most kinyomjuk a festéket. És a lilát meg a sárgát összekeverem, mint hogyha most valóban elkezdenék itt valami képet festeni. És akkor most tegyük föl, hogy elérkezett az az idő, hogy abba kell hagyni a festést, de itt maradt egy csomó festék, és mit tegyünk azért, hogy ne száradjon meg, akár úgy, hogy 24 óra múlva is ez így maradjon, és tudjunk vele dolgozni. Megint kell nekünk ez a viráglocsoló, be kell nedvesíteni a festéket, és a zsugorfóliával lefedni. És akkor így el tudjuk rakni magunknak a festéket a következő napra is. Most várni fogunk 24 órát, és megmutatjuk azt, hogy 24 óra múlva hogy néz ki a festék, és hogyan lehet vele még dolgozni. Akkor eltelt a 24 óra, leszedem a fóliát. Tegnap még itt rátettem keresztbe is fóliát.
És teljesen jó. Teljesen jól lehet vele dolgozni, úgy, mintha nem is telt volna el. Megmaradt minden, nem száradt meg egyáltalán. No hát reméljük, hogy tetszett ez a megoldás, és otthon te is kipróbálod, hogy valóban egy működő módszerről van szó. Mi is gondolkodunk azon, hogy hogyan tudnánk ezt bevezetni a tanfolyamainkon, anélkül, hogy mindenkinek egy külön tepsit vinnénk keverőtálcának. Biztos, hogy erre is kitalálunk majd valamit, hogy a tepsit mivel lehet helyettesíteni, de egy otthoni festéshez szerintem teljesen kiváló, sőt minél nagyobb a tepsi, annál nagyobb helyünk van színeket keverni. Úgyhogy hajrá, fessetek sokat!